két év után személyesen is meg lehet látogatni a világ legnagyobb kortárs művészeti vásárát, az Art Baselt. Több mint 250 válogatott galéria kínálja műveit a 20. és a 21. századból itt, ezzel a legfontosabb kortárs múzeummá változtatva az Art Baselt. Az elmúlt másfél évben azt tapasztaltuk, hogy néha szerény volt a kínálat, mert a művészek nem voltak biztosak benne, hogy épp akkor el akarják-e adni az alkotásukat, magyarázza ez a szakértő. De a piac erős maradt, és az árak valójában a kínálat hiánya miatt mentek fel. 33 országból érkeztek ide galériák kínálatukkal, feltörekvő művészeket és olyan szupersztárokat is bemutatva, mint például Jean-Michel Basquiat, akinek műveiért akár 40 millió dollárt is elkérhetnek. Az emberek vásároltak a járvány alatt, hiszen a művészet egy szenvedély, mondja ez a galéria tulajdonos. De most teljesen más itt lenni az alkotások előtt személyesen, két olyan év után, amikor az eladások e-mailekben zajlottak. Az Art Basel szeptember 21-én nyitotta meg a kapuit a szakma előtt, a nagy közönség pedig péntektől vasárnapig látogathatja meg a vásárt.